Míg korábban csak virtuális játékra, szimulátorokban használták a VR szemüveget, mint ahogy itt is látható, most már az oktatás is segítheti ez a speciális látóeszköz, amelyet a Baranya Kincsei program keretében most a Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában alkalmaztak, a megye értékeinek megismertetése céljából. A gyerekeknek pedig igencsak nagy élményben volt részük. Voltunk Bikalon, ilyen érdekességeket mutattak be. A Siklósi várnál voltunk, ahol nagyon sok ilyen régi dolog volt, nagyon tetszett, és a orfűtő is, az is nagyon tetszett. Igazából minden nagyon tetszett, nagyon jók voltak. Nyáron már részt vettek az iskolások egy hasonló VR szemüveges programon. Komplett oktatási lehetőség kínálkozik ennek segítségével, mondta Mackó Vivien intézményvezető. Most az alsó tagozatosok próbálják ki ezeket a virtuális szemüvegeket. Nyilván ez most egy pályázati lehetőség, amivel élni tudunk. Nagyon sok gyerek most életében először próbál ki ilyen eszközöket. Talán lehet is valamelyest hallani itt a háttérben, hogy milyen nagy élményt jelent ez számukra. Az, hogy a jövőben is lesz ilyenre lehetőségünk, azt nem tudom, de nagyon örülnék neki, hogyha lenne. A Baranya megye önkormányzat azzal a céllal indította el ezt a virtuális térben megjelenő baranyai értékeket bemutató kiállítását, hogy a Baranya megye különböző településein élő gyerekek már ilyen fiatal korukban tisztában legyenek azzal, hogy Baranya az valóban egy kincses baranya, mondta Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke. Egy olyan kiállítást állítottunk össze, amelynek keretében Baranya megye 20 talán legismertebb, legnevezetesebb értékét mutatjuk be egy virtuális térben, egy úgynevezett VR, egy virtuális szemüvegen keresztül a diákoknak. Az idei évben több mint 20 helyszínre el fogjuk vinni a kiállítást, és legalább 2000 gyermek fogja látni. A Baranya Kincsei program keretében a megye épített és természeti értékeit láthatják a jövőben is Baranya megye iskolásai. Így például a Zsolnai Kulturális Negyed kincsei, a Szigetvár és a Siklósi Vár, az Apeligeti Csepkő barlang, a Harkányi Gyógyfürdő vagy a Mohácsi Busók. A Mecsek-hegység legszebb értékei is helyet kaptak a virtuális kiállításban.